Nagyon jó ez az orsóféreg ennek a fertőződési formák bemutatására. Nagyon szépen fogja mutatni, hogy milyen hihetetlenül változatos, mennyi trükköt bedobnak a férgek azért, hogy életben maradjanak, illetve hát fenntartsák a fajukat. A fertőződés egyik módja az, amikor féregpetéket vesz fel az állat direktben. Ezek a féregpeték ugye a fertőzött állat bélsarában megtalálhatóak, ezt felvenni nem egy nagy mutatvány. A másik út az, fel tudja venni már a kölyök, mégpedig úgy szájon keresztül, hogy az édesanyja bőrén, a cicibimbó bőrén ott vannak ezek a parazitapeték, másrészt magával az anyatejjel is ürül, ez már egy jóval nagyobb probléma, és ami kutyáknál is, ráadásul pont ennél a féregnél az igazán nagy baj az, hogy intrauterin, tehát méhen belül képes fertőződni a kiskölyök. Ez jelen esetben azt jelenti, hogy még jóformán ki sem nyílt a szemrés, ehhez képest néhány napra, a 16. naptól a megszületett kölyök kutya már ivarérett férgeket bír a bélcsatornájában, és természetesen ezek végzik a dolgukat, iszonyatos mennyiségű petét ürítenek. Mit csinál a szuka kutya az almával? Védi. Mégpedig úgy védi, hogy eltakarítja a kiskutyák bélsarát, és innentől kezdve újra fertőződik a szuka. Valami hihetetlen mennyiségű férget tud egy-egy szuka ilyen körülmények között produkálni.